Megmondom őszintén, kedves nézők, hogy Diner Tamással, fotográfussal, fotoművésszel nagyon szeretek beszélgetni, már csak azért is, mert olyan dolgokkal tud előjönni, amiket nem nagyon ismernek, még fotográfus körökben sem. Na, de hát ez nyilván annak is köszönhető és tulajdonítható, hogy hát elég gazdag múlt áll mögötted, egészen onnan kezdve, hogy már mikor iskolába jártál, meg gimibe, akkor is már ott volt egy ilyen fotószakkör, vagy pedig szak, ahol elkezdted, és aztán életedben mostanáig, és még nagyon sokáig gondolom, végig kísér a fényképezés szeretete. Jól mondom én ezt? Nem. Nem. Tudtam. Gyakorlatilag az iskolás időkben, szóval nagyon sokáig engem hihetetlen hidegen hagyott ez a fényképezés. Sőt, volt egy osztálytársam, Víz Mati Péter. Igen. Az fotóriporter akart lenni, és én magamban gondoltam, hogy milyen hülye. Hát miért akar fotóriporter lenni, amikor lehetne író, színművész, vagy stb. És gyakorlatilag egy barátom az, aki engem elkapott torkon, és azt mondta, gyere, tartsd a vakut, és akkor én azt úgy nagyjából ellestem. De azért fotóoptikai szakközépiskoláról van az szó. Volt, tehát feledés, kérem, hogy a feledés homályában. Igen. Na, szóval és akkor ott én tartottam a vakut, mert ő kitalálta, hogy az a vaku, ami ezen is van, hogy a gép mellől, igen, az csúnya fényeket csinál, és távolról, mintha reflektorok világítanának. Jó. És én tartottam, felálltam hosszú zsinórral, és gyönyörű képek sikerültek, és én ott közben ellestem. És akkor mellested. Na most a beszélgetésünk apropója tulajdonképpen az is, hogy 1947-ben, február 21-én az Egyesült Államokban egy Edwin H. Land nevű úr bemutatta az első Polaroid kamerát, és aztán 48-tól már be is került a forgalomba. Csak hogy ide mikor került, csak, hogy ide az mikor a kérdés, került, mert valószínűleg az biztos, kellett-e arra is várni, vagy biztos, hogy kellett egy kicsit várni. Na de, hogyha valaki, és mindjárt át is adom a szót, utána néz egy kicsit, akkor hát ezt te sokkal jobban tudod, hogy létezett egy kamera obszkúra, és állítólag már időszámításunk után 900-ban az arabok ezt megismerték, és aztán a világon meg Európában a 17. században került mindenféle forgalomba, és akkor itt tartunk, ugye, ennél a bizonyos polaroidnál, ami, hát, hogy is mondjam, egyszerűen kattintás, és akkor 60 másodpercen belül ki lehet venni a készképet. Lehet a készképet, és kell egy kicsit lehelgetni néha, hogy jól előjöjjön. Ez egy polaroid kocka. Igen. Elmentem Keleti Éva fotoművész kiállítására. Fotoművész, és tényleg ő a nagyasszonya a magyar fotográfiának. Elmentem és lefényképeztem ebben az új kis játékgép. Hiába Leica, ez egy játék. És gyakorlatilag átnyújtottam neki kellő reverenciával. Aha. Erre aláírta és visszaadta, úgyhogy nekem most van egy Keleti Éva dedikált fotó, amit én fotóztam, és hát ez a gép tényleg... Ez a legeslegmodernebb. És ilyen kicsike kis kép bújik elő belőle, ami hát hihetetlen, mert semmire se jó igazán. Dili jó, és hogyha megnyomom azt a bizonyos gombot, akkor előjön a kamera, nem akarok belevillantani, úgyhogy villani is, valahol villan, megnyomom, tetszett, akkor villan, úgy így most látszott talán, direkt lefelé villan, és akkor kinyomja a filmet, amit kell egy kicsit lehelgetni, ezezgetni, azozgatni, és hát itt a mai kor játéka. A mai kor játéka. Nem lehet vele most filmet kapni, csak valahol a határon túl, úgyhogy azért nincs is benne, most elézárom, hogy legalább az elem nem menjen ki belőle. Na de hát akkor ez ugye a 21. század, de hát amikor te a pályádat elkezdted, akkor azért még nem, hogy ilyenek, de digitális gépek sem voltak, hanem akkor hagyományos fényképezőgéppel, akár egy pajtással, akár mivel lehetett fényképezni. Na most én ezt azért mondom, mert az évtizedek során, ugye hát jó pap holtig tanul, ugye azt szokták mondani, de akkor neked is egy állandó tanulási folyamat kellett lezajlódni benned, mert a 70-es években, amikor portrékat fényképeztél, zenészeket, művészeket, azt jól tudom, mert ezt egyszer megbeszéltük, hogy több mint 150, vagy nem tudom mennyi lemezborítót, meg CD borítót fotóztál, akkor ez a fajta tanulási folyamat és átállás
mindig a modernebbnél modernebb gépekre, ez hogy zajlott le benned? Nagyon-nagyon keservesen, ugyanis nagyon hadakoztam a digitális dolog ellen, nagyon, mondtam a film, és az Ektachrome, és a Kodachrome, és az Ilford, szóval ezek voltak az én múzsáim, hogy a jazzfotókat, a gyönyörű fekete-fehéreket, hát ezekre csináltam, és akkor egyszer csináltam egy könyvet a magyarországi templomi orgonák. Rozsász Kaliszki Tamás írta a szakszöveget, mint orgonaművész, és én meg mentem körbe az országba hosszú évekig, és ott volt egyszer, hogy nem lehet bevilágítani. Volt egy templom, azt hiszem Szarvason, sötét volt, és nyilván az ablakok nem voltak túlzottan mosogatva. És hát végig kellett exponálnom egy egész tekercs filmet a különböző variációkra, hogy a film, az idő, a blende, és hát vissza kellett menni. És akkor kitalálta a cég, akinek nem szabad biztos mondani a nevét, hogy legyen két ember az év fotográfusa, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy a Szipán Marci és én lettem kitalálva, nyilván baráti jó indulat is belejátszott, mert hát hogy emlegethetem én a Marcival egy napon magam. Na, minden esetre akkor kaptunk két gépet. A Marci nem használta, de én használtam, kétszer meg kellett cserélni, mert valami elromlott, fehér egyensúly, ami hát akkor nekem abszolút kínaiul volt, azokkal a betűkkel is. És akkor azt rájöttem, hogy ez milyen hihetetlenül kényelmes. Hát ez az. És aki már tud fényképezni, annak kényelmes. Na, aki nem tud, itt akasztalak meg, csak azért, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy most már pillanatokon belül millió képet lehet csinálni, és akkor azt hiszik, hogy ők már fotoművészek. Szó sincs róla, mert azért itt más is kell, hogy legyen. De ha már mondtad, az előtt eszembe, hogy a fekete-fehér és a jazzfotók, de én direkt megnéztem itt egy ilyen kimutatást, hogy a világ első színes fényképe 1877-ben készült. 1877, igen. Nyilván a Kodak. Hát azt nem tudom, az elképzelhető, de szóval tényleg itt a daguerrotípiától kezdve eljutottunk odáig, eddig a masináig, amit mutattál, és most már hát, hogy is mondjam csak, hát a selfie ugye az már mindennapos dolog mindenkinél, akár még bot végéről is. Igen. És a másik pedig, hogy drónról, vagy drón segítségével is készülnek fotók, és te is csináltál egy ilyet. Csináltam, mert ez a drón, főleg a feleségem nagyon tetszett neki, ez, hogy felszáll a gép, és én féltem, hogy a gép az nem olyan jó, az az optika, mert én azért általában teleobjektívvel szeretek portrézni, minél hosszabb teleobjektívvel, ez is a Marcitól jött, és minél rövidebb objektívvel, tehát nagy látószöggel, olyan emberek fényképezhetnek csak, akik más gonoszsággal is képesek. Csak a Cipál Mártonról van Cipál Márton, aki hát egy hihetetlen édes ember volt, és féltem, hogy ebbe a drónba valami ótvaros, ócska kis optika van, de nem. És amikor a 75. születésnapomon volt egy kiállítás a Lukácsba, a Szent Lukács galériába, ami régen a kápolnája volt a háború előtt a Lukácsnak, akkor azt mondtam, szálljunk fel, csináljuk meg a Lukácsot felülről, úgy még senki se fényképezte. És az volt hát a kiállítás plakát, és nagyon sikeres volt, többen kértek ilyen képet, és kaptak is. Úgyhogy a drón az nagyon helyes dolog, például hihetetlen profin fel lehet szállni egy ház tetejére, és megnézni, melyik téglák vagy cserepek vannak tönkremenve. És ezt meg is csináltuk barátomnak is, saját házunkba is, de hát aztán semmi nincs, mert a cserepet már nem tudja a drón kicserélni. Az igaz. Úgyhogy a drón az egy nagyon jó új dolog. Ez és most már bocsánat, hogy belebeszélek, de most már szabályozzák is, mert azért nagyon sok disznóság történt drónokkal. Igen. De hát akkor így nagyon jó dolog, persze, mindenféleképpen. De divatba jött, az nem kicsit. Egyébként már az előbb akartam mondani, amikor említetted, hogy a díjak, és egyáltalán, hogy megkaptátok ezt a díjat, akkor én úgy emlékszem, hogy ha azt mondom, hogy Mátyás király udvarában, akkor az is egy díjat jelentett, mert hogy az év legjobb hanglemezfotósa lettél. Semmi, de Párizsban.
És az a lemezjárnak egy fantasztikus, hát presszízs, presszízsdíj volt, és hát nagyon megnőtt a mellényem a lemezjárban, mert hát az azért nagyon jó volt, hogy egy kép. És akkor még nem műterembe fotóztam, akkor még a szabad ég alatt, a Jóisten világításával. És hát akkor most a természetfotósok csinálják. Az, igen, igen, de hát itt az volt, hogy egy márványlapra egy barátom festett egy Mátyás király portrét, azt eltörtük és kitettük egy gyönyörű fűbe. Megtaláltam a fűbe, azt a fűvet. És akkor bespricceltem vízzel, és akkor azt mindenki le akarta törülni, mert olyan plasztikus volt. Igen. És hát avval nyertünk, és az jó volt végül is. Örülök, hogy a sikerült. Egyébként nyilvánvalóan tudod, hogy mennyire gazdagodott most ilyen értelemben a fotográfia, hiszen nem is azt mondom, hogy gazdagodott, hogy szakosodott. Szóval tényleg most már van gasztrofotó, amikor gyönyörű szép ételeket, ételkölteményeket fényképeznek. Természetfotózás, azt mondtam. Akkor lakberendezés például, az ott is segít, vagy hát a portré sajtófotó kiállítás is volt nemrégiben, ez is van. Hát aztán a stand is van színházakban mindenhol. Ugye nem ment ez a fotoművészet kárára, hogy szakosodás van, mert azért mindenki mindenhez nem érthet szerintem. Nem. És azt hiszem, hogyha valaki az egyik területről szépen átlavíroz a másik területre, akkor nagyon hamar megtanulja, kitanulja, rájön, mik a trükkök, mik a világítások. És gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez jó. Hát én nem nagyon csinálok riportot, nem nagyon csinálok sajtófotót. Noha csináltál. Hát 100 évvel ezelőtt. De azt hiszem, hogy ez a lakberendezés nagyon tetszett, amíg csináltuk. A gasztrofoton nagyon tetszett, amikor csináltuk. Úgyhogy ezek jó területek, és ezt érdemes csinálni. Még egy dolog, hogy azt mondták, hát nem tudom, hogy szakemberek vagy nem szakemberek, hogy tulajdonképpen ez a polaroid és a polaroid kép, most nem csak erre gondolok a játéknak tűnő masinával, hanem amikor nagyobb jön ki, hogy állítólag nem annyira jó, mert egy idő után elhalványul. Nem tudom. Azt tudom, hogy az Andy Warhol, amikor a polaroid újdonság volt, hát akkor. Igen. Csinált egy kiállítást csak polaroidokból, és annak nagy sikere volt. Hogy aztán azok elhalványultak-e, vagy elment-e a színük. Hát nem tudom, hogy ez a szín, ez mennyire izgalmas. Ez például egész jó. Sajnos ez valószínűleg ez is vaku fénnyel történt. És hát nem tudom, hogy ez el fog-e alványulni, de hát ennek van ellenszere, le kell reprodukálni, lehet bele csinálni egy fantasztikus szép képet. És hogyha már ezt említetted, akkor hát az is hozzátartozik manapság, illetve hát utóbbi időszakban, hogy már nem kell borítékba tenni a fotót, a fényképet, a papír alapút, hanem nyugodtan az internet segítségével lehet küldözgetni ide-oda, megjelenik a képernyőn, stb. Csak hát én saját véleményemet mondom, hogy valaki a legmodernebb géppel csinál, nem tudom, 100 felvételt, 100 képet, és aztán azt vagy soha többé meg nem nézi az egész család, vagy pedig csak egy részét, de azért szerinted valahol él még az a hagyomány, hogy előveszik a papír alapú képeket? Lehet azt azért szeretni. Nem még. Is előveszik, hanem előkerül. Előkerül, igen. Egy kis rendcsinálás, és akkor emlékszel, és akkor ott vannak a papír alapú képek. Sőt, még az is van, hogy a gépen előjönnek régi, és csak nézek, hogy ez is megvan, az is megvan. Ugye? Szóval ezek jó dolgok. A szelfiről muszáj elmondanom, hogy volt egyszer nekem egy nagyon édes nagybácsim, aki Zürichben él, ügyvéd volt, és egyszer kérdezte, hogy mit kérsz, Tomika? Aha. És voltam olyan 13-14, és mondtam, rágógumi. És akkor azt mondta, Tomika, az egy amerikai neveletlenség. Nem küldök. Na most a selfie egy ilyen amerikai neveletlenség, és ez a selfizés, például a múltkor a nem szabad mondani, melyik bevásárló egy boltban, igen. Egy boltban, amiben bevásárolni lehet, ott jött egy ember, akit ismerek régen, és rögtön lefényképezett. És mondtam, te törölt ki. És akkor azt mondta, jó.
de láttam, hogy meg van ütődve, és sőt, meg van bántva. De hát ne legyen ez hogy mindenki mindenkit állandóan. Ebből én örülök, hogy nincs benne film, mert most téged lefényképeztek volna, de volt már erre én példa. Nem akarom azzal zárni a beszélgetést, hogy paparazzi, itt vannak a lesi fotósok, meg minden, manapság ma minden, ez is előfordul mindenhol, de azt tudom, hogy az igazi profik, és jó néhányat ismerünk, nem jó néhányat, néhányat, inkább így mondom, azok még az utcai fotózásnál és a street fotónál is nagyon sokszor vagy megkérdezik, vagy megkérik, vagy pedig, hogyha titkosan fotóznak le valakit, akkor utólag megmutatják, hogy engedi, erőt ott eszembe, hogy mondtad, és azt hiszem, hogy ez így tisztességes, és nem az, hogy reggel, délben, este bárki, bárhol, bárkit lefényképezhet. Igen, és tényleg az, akit emlegetsz, aki, hát én nekem szabad megmondanom, hogy ő a Salusinski Gyuszi, aki tényleg az igazi nagy street fotós, az mindenkit megkérdez, és oda megy, és ha nem, akkor... Szóval hihetetlen kultúrája lett ennek a street fotónak. Itthon még ez nincs. Ő is Triestbe él, úgyhogy ott úgy látszik ráragadt. De szerencsére, hogyha már említetted, akkor időnként hazajár, és volt szerencsém. Sokszor hazajár, igen. Jó. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és már csak azért is, hogyha ez az amerikai úriember, ez az Edwin H. Land kitalálta, akkor érdemes megjegyezni a nevét, mert megérdemli. Akár elhalványul a polaroid kép, akár nem. Egyetértünk? Egyetértünk. Köszönöm. Én is köszönöm.